Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri obrazovkách. Jó napot kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. 28. mája sa konalo 44. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program bol nasledovný. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov, správa o plnení rozpočtu za prvý kvartál 2018, plnenie a čerpanie rozpočtu k prvému kvartálu 2018, žiadosť o poskytnutie veľkej sály obecného domu, žiadosť o prenájom bytu, žiadosť o prenájom pozemku, žiadosť o odkúpenie pozemku, rekonštrukcia materskej školy, určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce obdobie, určenie rozsahu funkcie starostu obce na nasledujúce obdobie, vystúpenie obyvateľov, rôzne a záver. Május 28-án tartotta a helyi önkormányzat 44. rendesülését, melynek menete a következő volt. Megnyitó, határozatok teljesítésének ellenőrzése, a képviselők interpellációi, jelentés a költségvetés 2018-as év első negyedévi teljesítéséről, a költségvetés teljesítése és merítése 2018-as év első negyedében, kérvény a kultúrház nagytermének használatára, kérvények bérlakásokra, kérvények földterületek bérlésére, illetve megvásárlására, az óvoda rekonstrukciója, az önkormányzati képviselők számának meghatározása az elkövetkező időszakra, a polgármesteri tisztség terjedelmének meghatározása az elkövetkező időszakra, lakossági felszólalások, egyéb és zárszó. Starosta obce István Domin zahájil zasadnutie a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9, to je zastupiteľstvo je uznášania schopné. Az ülést falunk polgármestere Domin István nyitotta meg, aki konstatálta, hogy a jelenlévő képviselők száma 9, tehát az önkormányzat határozat képes. Po kontrole plnenia uznesení nasledovali interpelácie poslancov, v rámci ktorých poslanec AK doporučil pouvažovať o možnosti zriadenia dopravného zariadenia na spomaľovanie dopravy na Podzáhradnej ulici. Poslankyňa Vicianová pripomienku doplnila o možnosť pomalenia rýchlosti dopravnou značkou. Poslanec Matiček a prednosta úradu Dittel upozornili na hlučnosť pomaľovacieho retardéra. Poslankyne Alföldi a Bulajčík navrhli upozorniť majiteľov tam parkujúcich aut. Poslanec Šipoš uviedol, že parkovanie na okraji miestnej komunikácie nie je v rozpore s predpismi o prevádzke vozidiel, ak sú dodržané podmienky prejazdu vozidiel. A határozatok teljesítésének ellenőrzése után került sor a képviselők interpellációira, melynek keretén belül a képviselő javasolta mérlegelni forgalomlassító berendezés kihelyezését a Kertalja utcában. Vicianová képviselőnő hozzászólásában megemlítette sebességkorlátozó táblák kihelyezésének lehetőségét. Matiček képviselő a forgalomlassító berendezések zajosságára hívta fel a figyelmet. Sipos képviselő elmondta, hogy a gépkocsikkal való parkolás az út szélén nincs ellentétben a törvényekkel, amennyiben be vannak tartva a gépjárművek áthaladásának feltételei. Poslankyňa Alföldi sa dopytovala, či na skládke odpadu bolo vydané stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie na tretiu kazetu a či sa začalo prenášanie odpadu na novej kazety. Poslankyňa Bulajčík bola názoru, že sa neuskutočnilo zníženie úrovne pôvodných kaziet. Alföldi képviselőnő arról kérdezett, hogy volt-e kiadva a hulladéktároló harmadik kazettája építési engedély, illetve használatba vételi határozat, és hogy megkezdték-e áthordani a hulladékot az új kazettákra. Bulajcsik képviselőnő azon a véleményen volt, hogy nem csökkent a hulladéklerakat szintje az előző kazettákon. Poslanec Matiček žiadal informáciu, či vo veci úpravy nerovnosti štátnej cesty pred farou bolo niečo učinené.
Maticsek képviselő arról kért tájékoztatást, hogy történt-e előrelépés a paplak előtti útszakasz egyenetlenségeinek kijavítása ügyében. Kontrolorka obce predniesla správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatnenia zákona o rozpočtových pravidlách a o zmene doplnení niektorých zákonov za prvý štvrť rok 2018. Bola vykonaná kontrola plnenia príjmov a výdavkov podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia za prvý štvrť rok 2018 na hospodárenie a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti tovarov a služieb. A község főellenőre Szoboszlai Márta beterjesztette az ellenőrző tevékenységéről szóló jelentést költségvetési szabályok betartásáról és érvényesítéséről a törvény szerint, valamint a község eljárását 2018 első negyedévében. Ellenőrizve voltak a bevételek és a kiadások teljesítései, a gazdálkodás, a pénzeszközök hatékony felhasználása az áruk és szolgáltatások terén a költségvetési szabályok szerint. Pán starosta žiadal o súhlas obecného zastupiteľstva na podpísanie zmluvy o pridelenie finančnej dotácie na rekonštrukciu materskej školy vo výške 28,5 miliónov forintov s organizáciou Betlengábor Alapkezelő ZRT. V rámci rekonštrukcie by bolo riešené zateplenie budovy, zabezpečenie telocvične a dlažby vstupnej terasy. Falunk polgármestere az önkormányzat beleegyezését kérte a Betlen Gábor Alapkezelő ZRT szervezettel megkötendő szerződés aláírására, mely a helyi óvoda felújítására szánt anyagi támogatásról szól 28,5 millió forint összegben. A felújítás keretén belül sor kerülne az óvoda épületének hőszigetelésére, tornaterem felépítésére és a bejárati terasz lecsempézésére. Starosta obce uviedol, že vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je potrebné určiť na nasledujúce volebné obdobie počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu. Po krátkej rozprave poslanci v uznesení schválili počet poslancov na volebné obdobie 2018 až 2022 na 9. V uznesení poslanci určili rozsah funkcie starostu obce na nasledujúce obdobie 2018 až 2022 na plný úväzok. Falunk polgármestere Domin István a közelgő önkormányzati választásokra való tekintettel elmondta, hogy a testületnek meg kell határoznia a képviselők számát. Az önkormányzat rövid vita után a határozatban 9 képviselői posztot hagyott jóvá a 2018-2022-es választási időszakra. A képviselők a határozatban jóvá hagyták a polgármesteri tisztség teljes munkaidős betöltését a 2018-2022-es választási ciklusban. Júna poslednýkrát zazvonil zvonček v miestnej základnej škole Károja Domaho. Skončil školský rok 2017-2018. Június 29-én utoljára csendült fel a Döme Károly alapiskola csengője. Véget ért a 2017-2018-as tanév. Tento deň znamená nielen koniec školského roka, ale aj ukončenie základoškolského vzdelávania deviatakov a ich rozlúčku. Takýto čas je škola vyzdobená kvetmi a chodba školy sa naplní rodičmi, príbuznými a známymi, aby kyticami blahoželali žiakom, lúčiacim sa od základnej školy. Ez a nap nem csak a tanév végét jelenti, hanem a kilencedikeseknek az alapiskolás tanulmányaik befejezését is és a búcsúzást. Ilyenkor az iskola virágdíszbe öltözik, és az iskola folyosója megtelik szülőkkel, rokonokkal, ismerősökkel, hogy virágcsokrokkal köszönthessék a ballagó diákokat.
Deviataci spolu s triednou učiteľkou chodili po triedach, zároveň spievali a takto sa lúčili od svojich učiteľov, spolužiakov a od školy. A végzős diákok osztályfőnökükkel az élen ballagási dalokat énekelve vonultak végig a tantermeken, így búcsúzva tanítóiktól, diáktársaiktól és az iskolától.
üdvözlöm az Izsai Dömek Károly Alapiskola 2017-18. évi tanévzáró ünnepéjén megjelent tanítványai. Slávnostne sa prihovorila riaditeľka školy Katalin Dudášová, ktorá spomenula dosiahnuté výsledky za uplynulý školský rok a videonahrávkou oživili udalosti školského roka. Ünnepi beszédet Dudás Katalin, az iskola igazgatónője mondott, aki megemlítette az elmúlt iskola évben elért eredményeket, majd egy videó bemutató segítségével elevenítették fel az iskola év eseményeit. Nasledujúcej časti žiaci nižších ročníkov predstavili malý kultúrny program. A következőkben az alsó tagozatosok kis kultúrműsort adtak elő. Riaditeľka školy Katalin Dudáš predstavila lúčiacich sa žiakov. Zároveň im zablahoželala a poradila do budúcnosti. Nakoniec poďakovala rodičom za pomoc, pedagógom a zamestnancom školy za ich prácu a starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za podporovanie. A továbbiakban az iskola igazgatónője Dudás Katalin bemutatta az búcsúzó diákokat, majd jó kívánságokkal és útravaló jó tanácsokkal látta el őket. Végezetül köszönetet mondott a szülőknek a segítségükért, a tanároknak, a technikai alkalmazottaknak munkájukért, és a polgármester és az önkormányzat támogatásáért. Kedves vendégek, engedjék meg, hogy bemutassam a barlangok 9. osztályt. Kaukó Miroslav, Törösi Nikoletta, Konicek Már, Viszály Krisztina, Turina Roland, Konicek Edina, Tér Dávid, Mátus Máté, Varga Alexandra, Kovács Imre, Az 9 éves tudjuk, utolsó 5 éve alatt pedig lelkes tanítani, lelkes diadikot. Starosta našej obce István Domin taktiež poďakoval žiakom za aktívnu účasť na obecných podujatiach. Dúfa, že ani v budúcnosti sa to nezmení. Deviatakom zaželal, aby dosiahli čo najviac odborných úspechov počas ďalších štúdií. Poďakoval všetkým pracovníkom školy, že pomáhali v práci obce. Následne krátko oboznámil prítomných o rozvojových plánoch obce. Falunk polgármestere Domin István szintén megköszönte a diákok aktív részvételét a község rendezvényein. Reményét fejezte ki, hogy ez továbbra is így lesz. Kívánta, hogy a végzősök a további tanulmányaik során minél több szakmai sikert érjenek el. Köszönetet mondott az iskola minden dolgozójának, hogy segítették a község munkáját. Majd röviden ismertette a község fejlesztési terveit. Jelképesen egy virágcsokorra köszönjem meg az igazgatónőnek ezt a munkát.
Po tomto odovzdal lúčiacim sa deviatakom darček od obecného úradu a samosprávy. Ezután átadta a búcsúzó kilencedikeseknek a községi hivatal és az önkormányzat ajándékát. V ďalšom sa riaditeľka školy lúčila, potom v mene ostatných žiakov sa Martin Szécsi lúčil od deviatakov. A következőkben az igazgatónő búcsúzott a végzősöktől, majd a diákok nevében Szécsi Martin mondott búcsúbeszédet. Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyem, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. Ember. Nagy betűkkel. Ezen elvárással mindannyiunk nevében szeretettel búcsúzok tőletek. Kérlek benneteket, amerre csak jártok, öregítsétek a Döme Károly Alapiskola és Óvoda jó hírnevét, Izsa hírnevét. Kívánom, egyszer majd érjetek mindnyájan célba. És legyetek jók, ha tudtok, a többi ne a számít. Kedves diákjaink, Isten veletek, most a 8. búcsúzik. Kedves búcsúzó 9-esek! Kis írénykedve nézünk most rátok, hogy végre elindulhatok a nagybetűs életben. Kívánjuk, hogy elérjétek a kitűző céljaitokat, hogy boldoguljatok a válaszok. Natália Beková pripravila pre deviatakov malú videozostavu. Následne Kristýna Liptáková sa v mene deviatakov lúčila od školy, učiteľov a žiakov. Beck Natália kis videószállítást készített a 9-eseknek, majd a 9-esek nevében Lipták Krisztina búcsúzott el az iskolától, tanároktól, diáktársaktól. Kedves tanárok, tisztelt szülők, vendégek, kedves diáktársak! Azért ültünk ma össze, hogy elbúcsúzzunk tanárainktól, diáktársainktól, az öreg iskolánktól, és nem utolsó sorban egymástól. Kedves ballagó 9-esek! Elérkezett hát a mai nap, az elvállás és búcsúzás napja. Od deviatakov sa lúčila aj triedna učiteľka Ildikó Lelkesová. A 9. osztálytól az osztályfőnök Lelkes Ildikó is búcsúzott. Csintevések a felhőtlen boldog gyermekkor csodás pillanatai. Higgyétek el, ezeket az éveket sosem tudjátok kitörölni az emlékeitekből. Deviataci pripravili na túto príležitosť malý program, v ktorom bolo prehrávanie videa a spoločný spev. A továbbiakban a végzősök műsora következett, melyben volt videóösszeállítás és közös éneklés is. Thank you.
megszakított, ha áldokló virág, mint az egymillió magyar, aki nem hall van egy világ. Mint korba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol rád, olyan leszünk mi is nélküled. Nakoniec deviataci prešli aj do materskej školy, aby sa rozlúčili aj od najmenších. Potom sa presunuli do svojej triedy, aby si prevzali vysvedčenie. Végül a kilencedikesek elballagtak az óvodába is, hogy a kicsiktől is elköszönjenek. Majd felvonultak osztályukba, hogy átvehessék a bizonyítványokat. V tomto roku ukončilo svoje základné vzdelanie 11 žiakov v základnej škole Károlya Donného. Všetci boli prijatí do stredných škôl, takže od septembra ich čaká nová škola, nové prostredie a nové známosti. Az idén 15 tanuló fejezte be alapiskolás tanulmányait az Izsai Döme Károly alapiskolában. Valamennyien felvételt nyertek a választott középiskolákba, úgyhogy szeptembertől új iskola, új környezet, új ismerettségek várnak rájuk. Osemnásteho mája v miestnom rímskom a národopisnom múzeu Kelemancia usporiadali pamätný deň na počesť 140. výročia narodenia historika a archeológa Jána Todkuruca, rodáka z našej obce. Május 18-án az izsai származású Todkuruc János történész és régész születésének 140. évfordulója alkalmából emléknapot rendeztek a Kelemancia Néprajzi és Római Kori Múzeumban. Podujatie, ktoré organizovali obec Iža a občianske združenie Kelemancia za pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja, zahájila etnografka múzea Zuzana Kapráliková,
ktorá hovorila, že pamätný deň bol usporiadaný na počesť Jána Toltkoruca, zároveň predstavili jeho životnú púť a jeho činnosť. Pamätný deň pozostával z pamiatkovej konferencie z výstavy pod názvom Rimania pri Dunaji, tvorivých dielní pre deti a sérii prednášok, ktoré predstavili život starých Rimanov. V ďalšej časti Zuzana Kapráliková privítala hostí, medzi nimi aj rodinných príslušníkov Jána Toltkoruca, taktiež prednášateľov a prítomných. Vyjadrila vďaku Silvii Toltkurucovej, manželke syna Jána Toltkuruca, za zapožičanie osobných predmetov archeológa, ktoré tvoria časť výstavy v múzeu a následne zahájila pamiatkovú konferenciu. A rendezvényt, melyet is a község és a Kelemancia Polgári Társulás a Nyitra megyei önkormányzat támogatásával szervezett, Kaprálik Zsuzsanna, a múzeum etnográfusa nyitotta meg, aki elmondta, az emléknap Toltkuruc János tiszteletére jött létre, bemutatva életét és munkásságát. Az emléknap emlékkonferenciát, a Rómaiak a Duna mentén című kiállítást, kézműves alkotóműhelyeket gyerekeknek és előadás sorozatot foglal magába, mely az ókori rómaiak életét mutatta be a múzeumban. A továbbiakban köszöntötte a vendégeket, köztük Toltkuruc János családtagjait, az előadókat és a jelenlévőket. Köszönetet mondott Toltkuruc Szilviának, a régész menyének, a tudós személyes tárgyainak kölcsönzéséért, melyek a múzeum egy részének kiállítási anyagát képezik, majd megnyitotta az emlékkonferenciát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék hogy magam Izsaközség és a Kelemancia Polgári Társulás nevében nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Starosta našej obce István Domin taktiež privítal prítomných. Vyjadril svoju radosť, že prijali pozvanie aj vysokovzdelaní odborníci a spomenul, že v blízkej budúcnosti plánujú rozšírenie múzea, ktoré sa uskutoční úspešným projektom medzi obcami Almáš, Vizitő a Iža. Silviu Toltkurucovú privítal kyticou kvetov. Falunk polgármestere Domin István szintén köszöntötte a résztvevőket, örömét fejezte ki, hogy ilyen szaktekintélyek fogadták el a meghívást, majd megemlítette, hogy a közeljövőben sor kerül múzeum bővítésére, mely Almás vizitőközséggel közösen megnyert sikeres pályázat révén valósul majd meg. Toltkuruc Szilviát virágcsokorral köszöntötte. Nagy megtiszteltetésnek vegyem Toltkuruc János menyének a jelenléte, Szilviának a jelenlétét a mai rendezvényünkön, és a szimbolikus megcsokor virággal köszöntjük meg itt nálunk. Prítomní si mohli vypočuť prednášku archeologičky doktorky Prišky Ratimorskej, ktorá sa ešte aj osobne stretla s Jánom Toltkurucom, ktorého život a bohatú činnosť predstavila prostredníctvom spoločne prežitých stretnutí. On začal vykopávky na území rímskeho vojenského tábora Leaňváru, ktorému vedel zakresliť aj základy. Práca Jána Toltkuruca tvorila základ v neskorších archeologických vykopávkach, ktoré trvajú dodnes. Doteraz sa podarilo odhaliť len malú časť vojenského rímskeho tábora. Ján Toltkuruc so svojím výskumom, obetavou prácou a vytrvalosťou zachránil tento výnimočný historický poklad pre budúcu generáciu. Elsőként dr. Ratimorská Piroska régész előadását hallgathatták meg a jelenlévők, aki még személyesen találkozott Toltkuruc Jánossal, akinek életét, gazdag munkásságát találkozásaik során átélt élmények kapcsán mutatta be. Ő kezdett ásatásokba a római katonai tábor a Leányvár területén, melynek alaprajzát is el tudta készíteni. Toltkuruc János munkássága adott alapot a későbbi régészeti feltárásoknak, melyek a mai napig tartanak. Ez idáig csak egy kis részét sikerült feltárni a római katonai tábornak. Toltkuruc János kutatásaival, fáradtságos munkájával, kitartásával megmentette a jönövő nemzedékének ezt a páratlan történelmi kincset. Fel, hogyha tudjuk, hogy az egész római birodalomban lévő 30 legió
30 kőtáborának az egyike, hogy megtudom. Archeologička a riaditeľka múzea Györgya Klapku, doktorka Emese Számadó, predstavila vzťah medzi rímskymi tábormi Brigéciu a Kelemancia. Brigéciu sa nachádza v Maďarsku pri obci Almásvizitő. Tomuto vojenskému táboru bol družobný tábor Dievčí hrad Kelemancia. Vo svojej prednáške hovorila hlavne o Brigéciu a o vykopávkach okolitého občianskeho mesta, ako aj o ďalších plánoch, ktoré budú slúžiť na zachovanie pamiatok a umožnenie záujemcom ich viditeľnosť. Dr. Számadó Emese régész, a dél-komáromi Klapka György Múzeum igazgatója a Brigéció és a Kelemancia római kori táborok kapcsolatát mutatta be. Brigéció Magyarországon Almásvizitő község mellett található. Ennek a katonai tábornak volt testvértábora Leányvár, Kelemancia. Előadásában főleg a Brigécióról és az e körül elterülő polgárváros ásatásairól beszélt, valamint a további tervekről, melyek a műemlékek megőrzését és láthatóvá válását teszik lehetővé az érdeklődők számára. Az előadásomat tartani, de a szlájdokon azért szlovák feliratokat láttam. Akademička, archeologička a pedagogička Trnavskej univerzity doktorka Klára Kuzmová prednášala o výsledkoch archeologických vykopávok rímskeho vojenského tábora, ktoré vykonávali pracovníci Nitrianskeho archeologického ústavu od roku 1978 pod vedením archeológa doktora Jána Rajtára po stopách výskumov Jána Tóth-Kuruca. Ochranná hrádza Dunaja prechádzala cez tábor, čo komplikovalo odhalenie, ale podarilo sa dosiahnuť, že tento úsek odstránili a postavili ďalej. Takto bola oslobodená celá plocha tábora, návštevníci dostali širší prehľad o jeho rozmeroch. Počas výskumov využijú aj letecké zábery a údaje pozemských radarov. Takto našli aj dočasné tábory rímskych vojakov v blízkosti Harčášu, ako aj stopy ďalších táborov medzi Leaňvárov a obcov Iža. Premietala fotky archeologických nálezov objavených počas leaňvárskych vykopávok. O výsledkoch vykopávok informujú širokú verejnosť prostredníctvom rôznych publikácií. Bola podaná žiadosť, aby sa Leaňvár zapísal do svetového dedičstva UNESCO. Dr. Kuzma Klára régész akadémikus, a Nagyszombati Egyetem tanára a Leányvári Római Katonai Tábor régészeti kutatásainak eredményeiről tartott előadást, melyet a Nyitrai Régészeti Intézet munkatársai 1978-tól végeztek. Dr. Ján Rajtár régész vezetésével Tóth-Kuruc János kutatásai nyomán. A feltárás nehezítette, hogy a Dunai Védőgát éppen keresztül haladt a táboron, de sikerült elérni, hogy ezt a szakaszt eltávolították és távolabb építették meg. Így szabaddá vált az tábor egész területe, az ide látogatók tisztább képet kaphattak annak méreteiről. Kutatásaik során felhasználják a légi felvételeket és talajradarok adatait is. Így találták meg a római katonák ideiglenes táborait Harcsás közelében, illetve a további táborok nyomait Leányvár és Izsa között. A leányvári ásatások során előkerült régészeti leletek fényképeit kivetítő mutatta meg. A kutatások eredményeiről számos kiadvánnyal tájékoztatják a nagy közönséget. Kérvényező volt, hogy a Leányvár felkerüljön az UNESCO világörökségi listájára. Výstava Rimania pri Dunaji bola organizovaná na prvom poschodí múzea, kde boli vystavené repliky nálezov. Kurátorom výstavy bol Marek Gere, archeológ Podunajského múzea v Komárne, ktorý sa však nevedel zúčastniť výstavy. Priska Ratimorská uviedla, že Marek Gere sa nevedel zúčastniť kvôli vykopávkam pod bývalým zdravotným strediskom.
kde našli pozostatky dediny z doby Arpádovcov, ako aj z doby Medenej. Následne prečítala list Mareka Gere, ktorý pripravil na otvorenie výstavy. A Rómaiak a Duna mentén című kiállítás a múzeum első emeletén volt megrendezve, ahol az eredeti tárgyak hű másolatai voltak kiállítva. A kiállítás kurátora, Gere Marek, a Komáromi Dunamenti Múzeum régésze volt, aki azonban nem tudott részt venni a megnyitón. Ratyimorská Piroska elmondta, hogy Gere Marek azért nem tudott eljönni, mert a volt egészségügyi központ területén leletmentést végzett, ahol Árpád-kori falu és Rész-kori falu maradványaira bukkantak. Ezután felolvasta Gere Marek írását, melyet a kiállítás megnyitására készített. Starosta našej obce povedal, že výstava sa uskutočnila za pomoci obce Iža. Vyslovil poďakovanie doktorovi Jozefovi Čutortokimu, riaditeľovi Podunajského múzea v Komárne, za pomoc v zostavení výstavy, ako aj vedúcej múzea Kelemancia Cuzane Kaprálikovej za svoju prácu. Obec Iža sa snaží dosiahnuť, aby sa Leaňvár dostal na listinu svetového dedičstva UNESCO. Falunk polgármestere elmondta, a kiállítás Izsa község segítségével jött létre. Köszönetet mondott a Dunamenti Múzeum igazgatójának, dr. Csütörtöki Józsefnek a kiállítás összeállításában nyújtott segítségéért, valamint Kaprálik Zsuzsannának, a Kelemancia Múzeum vezetőjének a munkájáért. Izsa község is arra törekszik, hogy Leányvár felkerüljön az UNESCO világörökségi listájára. Érkezett, és el kell, hogy mondjam, hogy Szlovákia két helyszínnel vesz részt ezen a nominációs folyamaton, mégpedig Oroszvár, azaz Ruszovce és Izsa révén vesz részt, ugye Németország, Ausztria, Magyarország és Szlovákia, és egyébként a magyar kormány kódájában. Nagy örömmel szolgál, hogy a mai napon a Római Kori és Néprajzi Múzeumban egy szakmai konferenciát sikerült tartanunk, mégpedig megemlékezünk Tóth Kurci János születésének 140. évfordulójára. Olyan szaktekintélyek fogadták el a meghívásunkat erre a konferenciára, mint Ratyimorszky Piroska, Kuzma Klára, vagy pedig Számadó Emese, és ők megtartották az előadásaikat, jellemzően természetesen a római korról, a római táborról, szó esett Brigécióról, és szó esett arról az UNESCO-s nominációról, amelybe Izsa község a Leányvár révén szintén csatlakozik. Ez az előadás sorozat, amely ma kezdődött egy előadással, későbbiekben pedig egy kiállítás megnyitóval, holnap pedig egy gyerektábort tartunk majd, Nyitra megye finanszírozásával jött létre, és a Kelemancia Polgári Társulás finanszírozta, valamint Izsa község természetesen közreműködött. Én nagyon örülök, hogy ennyien részt vettek ezen a kiállításon, és részt vett többek között ezen a kiállításon még Tóth Kurci János leszármazottja, mégpedig a menye is. A megnyíló kiállítás szintén a rómaiakat öleli fel. Itt már kevesebb kiállított tárgy vonatkozik a Kelemancia római táborra, de inkább Brigéció tábort, illetve magát a Limes Romanus mutatja be. Ez a kiállítás állandónak mondható, egészen addig, amíg el nem kezdjük majd az Interreg 5A keretén belül megnyert 1 millió eurós pályázatnak a merítését, ahol is kiállításra is pályáztunk majd, és például többek között egy 3D-s nyomtatásból származó római tábor makett is megtekintett. Tekinthető lesz majd. Thank you.
Milí diváci, ďakujeme za vašu pozornosť, prajeme vám príjemný zvyšok dnešného večera a s novým programom sa stretneme 29. júla. Dovidenia. Kedves nézőink, köszönjük szíves figyelmüket, köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Új adással július 29-én találkozunk majd. További kellemes estét, a viszontlátásra!